A tavalyi szezon 6. helyezettjét az Agrofit Széchenyi Egyetem Győri Káci együttesét fogadta, második hazai meccsén a Blue Sharks vasárnap a Continental Arénában. A nyíregyházi kosarasok számára nem indult túl jól az összecsapás, hiszen az első negyed végén még a vendégek vezettek. A folytatás is kiélezett küzdelmet hozott, a második negyedet követően már 38-35-ös állással mehettek pihenni a csapatok. A szünet után aztán felpörkött a nyíregyházi gárda, és Szura Attila vezetésével, magabiztos szép játékkal végül 85-69-re nyertek a cápák a Győr ellen. Siska János szerint kemény mérkőzésen van túl a csapat, de hasonlókra kell felkészülniük, éppen ezért több területen is még javulniuk kell. Minden mérkőzés ilyen lesz, ugye úgy, mint a Veszprém ellen. Ugye a Győr is azért egy erős csapat, jó játékosok játszanak benne, folyamatosan őrültük fel őket, illetve a másik fél időben egy agresszív védekezésre váltottunk, és ezzel meg tudtuk folytani a mérkőzést. Mi mindig nem vagyunk csúcsformában, de hát ennél azért szerintem többet tud a csapat, illetve a külföldi játékosunkon mi mindig többet várok. Alsó poszton még mindig lehet fejlődni, illetve most a dobások nem mentek annyira, amire szoktak, ezen javítani kell, és ugye hát oroszlányban mindenképp úgy megyünk oda, hogy nyerni szeretnénk. Bukic Zsolt, a Győriek edzője, elsősorban az egyéni hibákban és a koncentráció hiányában látta a vereség okát. Az első fél időben kicsit elengedtük őket, de azt gondolom, hogy a fél időre 3 pontos különbség volt, visszajöttünk a mérkőzésbe, amiben a problémát látom és ezt a vereségnek az okát, hogy a második fél nagyon rosszul kezdtük, az összes olyan 1-0-ás helyzetünket, vagy 2-1-es szituációt elhibáztuk, és ebből a Nyíregyháza nyilván kontrából góldobott. Egyéni hibák miatt vesztettük el ezt a mérkőzést. Elgondoltam a fiúknak, hogy nem vagyok rájuk mérges, mert ennél sokkal nagyobb tudás van bennük. Azt gondolom, hogy ha egy picivel jobban koncentrálunk a végén befejezésnél, akkor meglepetést okoztunk volna. A cápákhoz jól szállt be a fiatal Vaskó György, aki tripláival nagyban hozzájárult a csapat sikeréhez. Nagyon örültem, úgymond, hogy sok lehetőséget kaptam, és próbáltam élni a lehetőséggel, és előre is, vagyis hát megköszönöm a felnőtteknek, hogy segítettek, és próbáltak kiszolgálni, és tudták, hogy mik az erősségeim, ugye a 3 pontos dobás, és ezt ki is jól kihasználtam, hála Istennek. A Nyíregyháza Blue Sharks egy vereségével és 2 győzelmével a 6. helyen áll az NB1B piros csoportjában. Pénteken a bajnokságot vezető Oroszlány ellen idegenben lép pályára a nyíregyházi együttes.